közös szülői értekezletet tartott a leendő kispesti első osztályos kisgyerekek szüleinek, Kispest önkormányzata és a külső pesti tankerületi központ a Károlyi gimnáziumban. A szülőket Gajda Péter polgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta, a kerületi iskolák mind magas színvonalú oktatást biztosítanak, ezért nem lehet rosszul dönteni, bármelyik tanintézményt választják is a családok. Természetesen, amit annak idején ígértünk, az ebben az évben is és ebben a tanévben is így lesz, jelesül az, hogy próbáljuk nem elengedni a kerületi oktatási intézmények, általános iskolák kezét, és erőnkhöz mérten próbálunk segítséget nyújtani. Számos olyan korábbi eredményt sikerült megőriznünk, amit továbbra is szolgáltatásként biztosítunk a kispesti szülőknek, illetve az iskolásoknak, az iskoláknak. Van egy új támogatási formánk is, immár 2 éve ez a kispesti iskola támogatási alap, amelyben minden általános iskolánk 1 millió forintos szabad felhasználású keretet kap. Az étkezés az továbbra is a kispesti önkormányzat feladata, tehát az ebédbefizetésekkel kapcsolatban is pontosan ezért volt egy fejlesztésünk az elmúlt években, és hát az az intézmény felújítási alap, ami több mint 500 millió forintot jelent minden évben a önkormányzat büdzséjében, az az iskolák rendelkezésére is állt, hiszen az elmúlt években a Pannonia általános iskolában, a tavalyi évben a Gábor iskolában is ebből a keretből tudtunk jelentős fejlesztéseket elérni, szóval az a lényeg, amit ilyenkor el szoktam mondani, nem engedtük el a kerületi iskolák kezét, a szülők, a pedagógusok és a gyermekek kezét, hanem erőnkhöz mérten próbáljuk támogatni a kispesti alapfokú intézményeket. Ez a harmadik tanév, amelyet úgy kezdenek a kispesti általános iskolák, hogy nem az önkormányzat a fenntartójuk, sőt az épületek tulajdonosa sem a kerület. Mégis az említetteken kívül az önkormányzat továbbra is biztosít ingyenes füzetcsomagot az alsós és az 5. osztályos diákok számára, lesz idén is napközistábor, és folytatódnak a balatoni táboroztatások is. A kerületi iskolák közétkeztetéséről és a befizetés rendjéről a gazdasági ellátószervezet munkatársa Bernátné Rácz Fatima adott rövid tájékoztatást. Ismertette az ebédbefizetés módjait és felhívta a szülők figyelmét arra, hogy az önkormányzat honlapján a kispest.hu oldalon ezzel kapcsolatban minden fontos információt megtalálnak. Az online befizetést tavaly vezettük be, és ez nagyon nagy segítség a szülőknek, mert nem kell sorba állni, tehát nem csak a személyes ügyintézés van most már, hanem kényelmesen otthonról is intézhetik a befizetéseket. 50%-os kedvezményt lehet igénybe venni a nagycsaládosoknak, vagy a tartós betegségben szenvedő gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. 100%-os kedvezmény pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és nevelésbe vett gyermekek esetében jár. Ezen felül pedig az önkormányzat is ad intézményeknek szociális alapon kiosztható étkezési díjkedvezményt, és ezt az adott intézményben kell igényelni. Az iskola érettség kritériumairól Molnár Anikó gyógypedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 19. kerületi tagintézményének munkatársa beszélt. Igazából 3 területet szoktunk nézni mi is a pedagógiai szakszolgálatban, mint gyógypedagógusok, pszichológusok. Van egy testi érettség, ugye, ami kevésbé befolyásolható, van egy értelmi kognitív képességrendszer, ami a tanulási képességeket jelenti, és van a szociális érzelmi terület, mind a 3 borzasztóan fontos kritérium a sikeres iskolakezdésnek. A tanulási képességek az gyakorlatilag az olvasás-írás elsajátításához szükséges kognitív képességeket jelenti, az érzelmi, szociális, meg magát a figyelmet, a kitartás, az együttműködési készséget, a toleranciát jelenti. A prevencióra nagy hangsúlyt fektet a szakma, fontos, hogy akár már az óvodában elkezdődjön azoknak a készségeknek, képességeknek a felzárkóztatása, amelyek fontosak a sikeres iskolakezdés szempontjából. Kispesten több iskolában folyik integrált oktatás. Gyakorlatilag a társadalom célja az, hogy integráljuk, illetve inkluzívan befogadjuk a bármilyen eltérő fejlődésmenettel élő gyermekeket is. A társadalomban ők ugyanúgy ott fognak élni velünk, és az egészséges, normál fejlődésmenetű gyermekeknek is csak hasznára válhat, hiszen megtanulunk egymáshoz alkalmazkodni, nem feltétlenül a teljesítményt látjuk, hanem ott látjuk az embert, az értékeit, hogy mennyire szerethető valaki. A külső pesti tankerületi központ igazgatója Bak Ferenc előadásában ismertette az általános iskolai felvételi eljárás menetét, a tanév rendjét és a beiskolázás jogszabályi hátterét. A szülő általában úgy választ, és azt kérjük mi, hogy úgy válasszon, hogy mi a jó a gyermeknek. Lehet, hogy a gyermeknek az a jó, ha egy kemény, határozott,
következetes, poroszos stílusú pedagógus vagy iskola szükséges az ő neveléséhez, de lehet, hogy egy nagymama típusú, és ezt szó szerint vegyék, egy nagymama típusú iskolára van szükség, egy olyan tanítónérira van szükség, aki ilyen nagymama stílusban foglalkozik a gyerekkel, és ez a gyerek akkor ott tud kiteljesedni. A szakemberek tanácsa az, hogy az elsős korosztály esetében jellemzően ne tanintézményt, hanem pedagógust válasszunk. Természetesen a döntés előtt fontos megnézni a kiválasztott iskola pedagógiai programját, házirendjét. Az iskolai beiratkozás április 11-én és 12-én lesz.